Ma is okozott károkat a szélvihar Nagykanizsán. A tegnapi viharos olykor 70-80 km per órás szél ugyan enyhült, de két esetben így is riasztották a katasztrófavédelem munkatársait a kora délelőtti órákban. A Jókai utcában egy fa dőlt rá az épület kerítésére, ezzel akadályozva a gyalogos forgalmat, a Sikátor utcában pedig egy 10 méter magasban lévő antennát tört el a szél. A villanyvezetékek a városban több helyen is leszakadtak, de a szolgáltató hamar elhárította a problémát. Az előrejelzések szerint csütörtökig marad a kellemetlen időjárás.